Köszöntöm Önöket! Mai adásunkban Tomori Győzővel, a Dabasi NB1-es kézilabda csapat edzőjével beszélgetünk. Tartsanak velünk! A tavalyi év az a Dabasi kézilabda csapat életében, ez egy nagyon izgalmas időszak volt, ugyanis NB1-be lépett. Hogyan értékeled ezt az időszakot, és mennyire sikerült jól? Igen, ezt jól mondtad, tényleg egy izgalmas év volt, meg úgy gondolom, hogy azért is volt még izgalmasabb, mivel nem tudtuk, hogy mire számíthatunk így az első osztályba, úgyhogy tényleg ez a jó szóra egy izgalmas volt, de hál' Istennek az elején nagyon jól vettük az akadályokat, úgyhogy hamar megnyugodott a csapat, és egy jó eredményt tudtunk elérni, hiszen a 8. helyen végeztünk, ami úgy gondolom, hogy újoncként talán egy nem várt eredmény is volt tőlünk, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk erre a tavalyi 8. helyre. Szóval ez a középmezőny, ez olyasmi, amit vártatok ettől a lépéstől, vagy akár több is annál? Biztos bentmaradás volt a fő cél, és azt szerettük volna mindenféleképpen elérni, az volt a célunk. Ez a 8. hely, úgy gondolom, hogy ezt így túl is teljesítettük, ezt az elvárást, viszont azért valami némi tüske maradt bennünk, mert lehetett volna egy jobb eredmény is, mint ez a 8. hely a tavalyi évben, de hát remélem idén majd bepótoljuk. És mik az idei tervek, vagy mennyire várható följebb lépés, vagy tulajdonképpen már az is egy szép eredmény lenne, hogyha ezt tudnátok tartani? Én személy szerint elégedett lennék, most alá is írnám ezt a 8. helyet. Biztos vagyok benne, hogy sokkal nehezebb lesz ezt elérni, hiszen sokkal több jó csapat van, és akik mögöttünk végeztek a tabellán például a tavalyi évben, ők nagyon beerősítettek, megerősödött a keretük, úgyhogy én bízom benne, hogy ez a 8. hely azért valamilyen szinten reális lehet, nagyon sok mindennek össze kell ahhoz jönni, hogy ez így is legyen. Ahhoz meg, hogy előrébb végezzünk, az ahhoz meg még több minden, és azért ahhoz már szerencse is kell, nem kevés. Egy picit beszéljünk rólad és a múltadról, és arról, hogy hogyan kerültél kapcsolatba a kézilabdával, mert úgy, hogy a testvéred is azért egy komoly név a kézilabdában, úgy olyan, mintha ez ilyen családilag determinált lett volna, hogy nektek ezzel a sporttal kell foglalkozni. Igen, valamilyen szinten ez így is van, hiszen édesapám kézilabdázott, és mai napig nagy tudója a kézilabda szakmának, amit mindig hallgatunk otthon. Úgyhogy nagyon örült neki, hogy kézilabdázni kezdtünk, illetve én kezdtem kézizni. A tesóm az előtte karatézott, meg focizott, mindent csinált, de hál' Istennek tőlem megjött a kedve a kézilabdához, és ennek szerintem így utólag nagyon örül mindenki. De te életedben nem is volt más sport, tehát rögtön kézilabda, és ott is ragadtál a pályán. Nem, próbáltam én is más sportokat, küzdősportot is, kosárlabdával is próbálkoztam, de ez volt az a közeg, és ez volt az a sportmozgás, ami én úgy gondolom, hogy abszolút megfelelt számomra, és jól éreztem benne magam. Az, hogy neked a kézilabda nem csak egy hobbi lesz, vagy egy ilyen kiegészítő sport az életedben, hanem egy életcél, vagy egy pálya, az mikor, vagy hogy derült ki? Mindig úgy csináltam ezt az egész sportot, amikor sport vagy profi játékos voltam, akkor is teljes tényleg erőbedobással, teljes odafigyeléssel a sportág iránt. Én úgy gondolom, hogy ez most se változott, mert azért valamilyen szinten szerencsés vagyok, mert tényleg ez a hobbim is amellett, hogy ez a foglalkozásom, de körülbelül egy olyan 7-8 éve kezdtem el a kézilabda pályafutásom mellett a gyerekekkel foglalkozni kézilabda edzéseken, és utána kerültem bele ebbe a folyamatba, aminek ugye az lett a vége, hogy most itt vagyok edző. Azért az elmúlt években a kézilabda, mint sport, elég komolyan fölírta magát a világ térképére, úgy értem, hogy a magyar kézilabda. Szerinted mi ennek az oka? Vagy van ez kapcsolatban azzal, hogy te azt mondod, hogy gyerekekkel foglalkozni? Természetesen. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon komoly utánpótlás bázisok vannak most már Magyarországon, és egy jó pár éve elindult ez a
az utánpótlás neveléssel való komoly foglalkozás, aminek lassan meg lesz az eredménye, vagy már meg is van, hiszen itt a női utánpótlás válogatott csapatokról beszélve ezüst aranyérmeket szereztek az idei évben. A fiúk egy kicsit keményebb történet, de én úgy láttam, hogy ott is nagyon komoly előrelépés van szakmailag is, és az utánpótlás nevelésben abszolút. Nagyon bízom benne, hogy a jövőben is ilyen jól fogunk haladni a fiatalokkal, és akkor tényleg egy régi sikersportág újra abba az elismerésbe tündökölhet, mint régen Magyarországon a kézilabda. De az egyébként, hogy egyre több szép siker van, az téged mondjuk játékosként vagy akár edzőként inspirál? Természetesen, hiszen attól függetlenül, hogy a felnőtt csapattal foglalkozok, és azt tölti ki a mindennapjaimat, azért az utánpótláson fél szemmel, például itt Dabason is rajta tartom a szememet, és folyamatosan munkálkodunk benne. Egyértelmű, hogy az a legnagyobb siker, ha csak tényleg itt a saját szintünket nézzük, ha egy saját nevelésű fiatalt be tudunk építeni, egy olyat, akivel gyerekkora óta, 10 éves kora óta foglalkozunk például, és most már ott gardírozódik a felnőtt csapatba, az egy nagyon jó érzés, egy nagyon jó történet. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenkit ez vezérel, és ez inspirál arra, hogy így dolgozzon ezekkel a gyerekekkel, és szép eredményeket érjenek el. Ugye itt a szeptember is elkezdődött az iskola, és gondolom, hogy nagyon sok szülő életében, vagy gyerek életében felmerül a sportválasztás kérdése is ezzel együtt. Mi az akkor, amikor érdemes a gyereket elvinni egy kézilabda edzésre? Ez változó. Én úgy gondolom, hogy van mind a két részről példa, aki későn kezdte, például a testvérem, ő 13 évesen kezdte a kézilabdát, ami most már talán kicsit későinek számít. Úgy gondolom, hogy nem feltétlenül kell egy 8-9, akár 10 éves gyereket egy sportág felé elkötelezni. Én szerintem sokkal jobban fejleszti a fizikális képességeit, illetve a szellemi képességeit is egy ilyen pici gyereknek, ha több sportággal foglalkozik, több részről ismeri meg a mozgásokat, a saját testét. Elég szerintem egy olyan 11-12 évesen egy megfelelő alapokkal rendelkező fiatalnak bejönnie még a csarnokba. De hogyha azt mondod, hogy 11-12 éves, akkor ez arra is vonatkozik, hogy akár, hogyha valaki ezt 11-12 évesen elkezdi, akkor akár profi pályafutásra is számíthat a tehetséges? Természetesen nincs korhoz kötve. Tényleg rengeteg példa van mind a két oldalra. Van, aki nagyon fiatalon megismerkedik a sportággal, és itt marad, és úgy növi ki magát, illetve van rengeteg olyan, aki később, akár 16-17 éves korában érkezik a sportágba, és úgyis nagyon komoly profi pályafutást tud befutni. Én úgy gondolom, hogy tényleg csak az elszántság, illetve a lehetőség, ami a környezetében megvan, ha azt ki tudja használni, illetve a tehetsége, akkor bárkiből lehet bármi. De azt hiszem, hogyha már itt a tehetségnél tartunk, mondjuk egy szülőnek, hogyha a gyerekéről van szó, legalább annyira komoly fejtörést tud okozni, ha az mondjuk nagyon tehetséges, például kézilabdában. Igen, ez egy komoly kérdés, és egy komoly kérdéseket felvető dolog azoknak a fiataloknak az életében, akik döntéshelyzetbe kerülnek nagyon fiatalon, mivel kiemelkedőek, akár kézilabdák, de szerintem bármelyik sportágról beszélünk, ugyanez a helyzet. Ezt nagyon jól kell kezelni, mert én úgy gondolom, valahol itt tudjuk elszúrni azokat a fiatalokat és azokat a tehetségeket, akik rendelkezésünkre állnak, bármilyen sportágról beszélünk. Túl korán próbáljuk őket olyan szintre emelni, ami,
ami még számukra nem egy megugorható szint. Igen, hát a te életedben ugye úgy, hogy édesapád ezzel foglalkozott, azért az egy olyan típusú könnyedség volt, hogy ő belelátott a sportágba, de azért sokan ez egyáltalán nem, csak próbálják a legjobbat kihozni a gyerekből, vagy a legjobbat tenni neki. Igen, ez azért nálunk könnyebb volt így családi szinten, hiszen apukám azért úgy jobban képben volt, mondjuk így, a dolgokkal, és látta, hogy milyen szinten vagyunk, és jó döntéseket hoztunk, én úgy gondolom, a kézilabdás pályafutásunkkal kapcsolatban, a tesóm is, én is. Ez egy nagyon nehéz tényleg, meg mostanában úgy látom, hogy a mai fiatalokkal azért még nehezebb most olyan dolgokat eldönteni, ami erre irányul, erre a témára. A te életedben az a váltás, amikor játékosból edzővé váltál, az mennyire volt egy nehéz folyamat, vagy már készültél erre? Hát erre azért készül az ember, én úgy gondolom, hogy úgy mindig ott van a játékos, vagy egyszer abba kell hagyni azt a napi rutint, a napi két edzéseket fel kell függeszteni, és mással kell foglalkozni. Hát ez egy nagyon nehéz dolog, hiszen azért kikerül az ember abból a közegből, amiben minden nap tevékenykedett. Nem teljesen, de talán a legnehezebb számomra is, meg én úgy gondolom, hogy mindenki számára, mondjuk egy öltözőből kikerülni, ahol tényleg barátok vesznek körbe jó esetben, és tényleg egy ilyen családias szinten kialakul egy olyan hangulat, amiből így már edzőként azért máshogy nézi az ember, meg máshogy is kell viszonyulni ezekhez a dolgokhoz. Úgyhogy talán ez volt a legnehezebb a váltásban. Meg valamiért én úgy képzelem, hogy egy játékosnak, aki ugye a pályánál és rengetegen szurkolnak neki, az ad egy iszonyú energiát, vagy egy nagyon-nagyon másfajta energiát, mint amikor edzőként állsz a pályaszélén és tapasztalod ugyanezt. Teljesen más. Játékosként tényleg a fizikális értelemben ugye ott van az ember, és bár mindent meg tud tenni azért, hogy győzzön, amit telik tőle akkor éppen abban a pillanatban. Edzőként ez már más, tehát egy teljesen más szemléletet igényel, mint amikor ugye játékosként egy feladat végrehajtó szerepkörben van az ember. Edzőként én szerintem ez egy már ilyen agymunka onnan, hogy belefújnak a sípba, illetve a felkészülés egy mérkőzésig az is nagyon fontos, és tényleg azt az edző határozza meg, úgyhogy egy elég kemény feladatnak gondolom. Nem, mint hogyha a játékosoknak nem lenne nehéz, de teljesen más jellegű munkát igényel a kettő. Ugye a párodat is a kézilabdának köszönhetett tulajdonképpen, illetve ő is szakmabeli. Igen, a feleségem is kézilabdás, kétszeres EHF kupa győztes, és azt hiszem a mai napig a legfiatalabb magyar bajnok a Fradival. Őt is a kézilabda kapcsán ismertem meg. Most egy kicsit kiszállt a kézilabda körforgásából, mert megszületett a lányunk, Villő, úgyhogy ő vele tölti a napjait mostanában. És hogy képzeled, hogy Villő meg tud menekülni a kézilabdától, mint családi hagyomány, vagy erre semmi esély nincs? Biztos, hogy nem bal kézzel fogja a labdát, amit először meglátott, úgyhogy remélem ez marad is így, és nem, nyilván nem kötelező, de hogyha kézilabdázni fog, akkor nagyon örülni fog neki. És hogyha két ember ennek az élete ennyire a kézilabda körül forog, akkor ez hogy van, hogy otthon is kézilabda van, és otthon is kézilabdáról beszéltek, vagy van egy pont, amikor bezárod az ajtót, és innentől kezdve egyáltalán nem? Nehéz meghúzni a vonalakat, vagy a vonalat ezzel kapcsolatban, de azért kézilabdázunk eleget otthon is.
Viszont, ahogy mondtad, tényleg van egy olyan, amikor tényleg stop, és akkor teljesen más, mert nem tartom egy szerencsés dolognak, hogyha ha otthon is egyfolytában a csapból is ez folyik, illetve valahogy azért próbáljuk a saját kis életünket is élni a kézilabdán kívül. Ugye nem csak Dabas az, ahol te érdekelt vagy, hanem Gyál is, és nemrég azért elég sokat cikkeztek erről a bizonyos gyári sportcsarnokról, ami megépült, és ami helyet adott egy kézilabda csapatnak. Neked személy szerint mi erről a véleményed, és mennyire fontos, hogy infrastruktúrálisan azért fejlődjön úgy az ország, hogy tényleg lehessen egy jó utánpótlás csapatot kiépíteni? Ez a gyári kézilabda szakosztálynak a vezetője is vagyok, amellett, hogy itt edző, nagyon fontosnak tartom, hogy újra életre hívták Gyálon is a kézilabdát, hiszen rengeteg gyerek van, aki sportolni szeretne, sportolni vágyik, és ez ott hiányzott még a palettáról. A csarnok tényleg egy olyan problémát fog megoldani az életünkbe, hogy nem kell utazgatni, nem kell messzire hordani akár a kicsi gyerekeket, elsős másodikos gyerekeket edzésre, hanem helyben akár sétálva eljuthatnak az edzésre. Úgyhogy egy szuper dolognak tartom, és nagyon jó, hogy a jelenlegi TAU rendszerből ez megoldható, hogy egyre több sportcsarnok, illetve egyre több gyerek van a kézilabda látószögében. És egyelőre mi a tapasztalat, hogy mennyire töltötte be a misszióját ez a sportcsarnok, tehát mekkora a kihasználtsága, vagy mekkora az érdeklődés? Még teljes mértékben nincs kész, úgyhogy erre még nagyon nem tudok válaszolni, de már az előre láthatólag is rengetegen fogják használni, remélem mi is be fogunk férni, rengetegen fogják használni, rengeteg sportág szeretnék kihasználni az ezáltal adódó lehetőséget, úgyhogy bízom benne, hogy reggeltől estig sport események és sportoló gyerekek lesznek a csarnokban. Tehát akkor az a terv, hogy ez tulajdonképpen nem csak a kézilabdáról szól ez a csarnok, hanem egy csomó másfajta sportról vagy szabadidős tevékenységről? Természetesen én úgy gondolom, hogy egymás mellett azért működnek sportágak, és nem is kell egymást lenyomni vagy hátrébb szorítani, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy fogunk tudni úgy együttműködve használni egy létesítményt, ami mindenki számára épült, nem csak a kézilabdára. A fő funkciója természetesen a kézilabda lesz, és azért remélem az idő nagy részét mi töltjük ki majd belőle. Nyilván az ember ritkán szokta elemezni így a saját életét, de hogyha a játékosi minőségedet nézzük, vagy az edzői minőségedet, akkor egy-egy szegmentben mire vagy a legbüszkébb? Edzőként arra, hogy egy NB1-es csapatot vezethetek, arra nagyon büszke vagyok. Én úgy gondolom, hogy ilyen korú edző mostanában se nagyon került oda, úgyhogy ez számomra is nagy eredmény, illetve magam felé is egy jó visszajelzés. Játékos koromból a legszívesebben talán a hazai rendezésű junior válogatott világbajnokságra emlékszem vissza, ahol még a Császár Gabival, amikre Roland, a Zubai Szabiékkal együtt küzdöttünk. Talán azt mondanám, hogy az volt az életemben egy olyan élmény, ami a jövőben így meghatározta az életemet. Ugye azt mondtad, hogy ez, hogy NB1-es csapatot vezetni, ez egy bakancslistás dolog az életedben, de hogyha mondjuk tehát nem a rövid távú tervet nézzük, hogy mi várható a 2018-19-es szezonban, hanem mondjuk egy 5-6 éves tervet, akkor mi az, amire szerinted hivatott ez a csapat, vagy hogyha most lehetne, tehát ha nem is három, de egy kívánságod, akkor hol szeretnéd látni, vagy meddig tudtok eljutni?
Jó kérdés. Nem tudom, nagyon sok minden benne van ebbe az egész csapatba. Tényleg most már annyira jól formálódik a közeg, és megtaláltuk mindenkinek a helyét benne, hogy én úgy gondolom, hogy egy-két poszton mindig, ha tudunk erősödni, akkor egy három éven belül akár odaérhetünk, hogy megpróbálhatunk versenybe szállni egy nemzetközi kupa szereplésért, ami én szerintem egyedülálló lenne itt a környéken, illetve egy szuper történet lenne, hiszen még a tavaly előtti évben NB1-B-t játszottunk, benne van ez a lehetőség a csapatba, és a dabasi kézilabdába, a dabasi sportba, úgyhogy bízom benne, hogy el tudunk jutni ilyen szintre. És azt lehet tudni, hogy mi múlik ez? Sok mindenen. A szakmát azt szerintem azt tudjuk mögé rakni, azon remélem, azon nem fog. Természetesen muszáj megemlíteni, hogy milyen szponzori háttérrel rendelkezünk, mire van lehetőségünk, milyen játékosokat tudunk ide csábítani Dabasra, illetve mennyi fiatal az, aki olyan szintre tud eljutni itt nálunk, hogy a felnőtt csapatban ezt a szintet tudja képviselni. Úgyhogy nagyon sok összetevős ez a dolog. Én úgy gondolom, hogy egyenlőre jól alakul, és ebbe az irányba tartunk. Bízom benne, hogy így marad, és akkor tényleg ezt az álmot ezt elérhetjük. És létezik neked olyan az életedben, amikor nem dolgozol és kikapcsolsz, vagy van ilyen, hogy hobbid? Hát kikapcsolni azt nagyon nehéz, mert ez az edzőség, ez egy ilyen napi 24 órás ügyelet körülbelül, ahogy így meg lehet fogalmazni, de van, egyébként nagy horgász vagyok, úgyhogy ha időm engedi, akkor azért szeretek megszökni és egy pár napra elmenni horgászni. Mostanában egyre kevesebbet, de ha tudok, akkor mindenféleképpen. Ez egyébként érdekes, mert sok sportoló választja ezt hobbinak, hogy van valami, ami ilyen iszonyatos adrenalinnal jár, és egyszerűen egy ilyen nagyon passzív dolog, mint a horgászat. Mondjuk ezért most a horgászok szerintem azonnal betelefonálnak, hogy mondhatom erre, hogy passzív, de hogy egy nagyon másfajta, egy megnyugtatóbb dolog. Igen, valószínűleg ezért, mert tényleg kimegy a vízpartra az ember, akkor a természetben van, a csöndben van, azért megy. Talán egy pszichés kikapcsolás, egy olyan pihenés, ami a nagy rohanásba, illetve a mindennapos dolgokba nem fér bele, és tényleg jó ki lehet kapcsolni horgászat közben. Hát én akkor a jövőre kívánok nektek, nem tudom, kéz- és lábtörést szoktak kívánni a kézilabdázóknak, vagy az semmiképp? Az teljesen jó, nem, az jó. Rendben, akkor kéz- és lábtörést a dabasi Köszönjük csapatnak, szépen. És legyen úgy, ahogy mondtad, hogy reméljük egy nemzetközi versenyen is láthatjuk őket az elkövetkező 5-10 évben. Köszönjük szépen. Köszönöm.